büdös hajtós volt, sajnos a Fradi vezetett végig, de a végén ki tudtuk hozni döntetlenre. Nagyon nehéz meccs volt belülről is, nagyon sokat dolgoztunk, ha visszanézünk, biztos, hogy lesz mind javítani, hiszen játszunk még a Fradival, úgyhogy van rá lehetőségünk. I felt a little that we never managed to get this match under our control. That's maybe what annoys me the most now. They push a lot there, they play good and in attack, and we have a little too much space between each other, and yeah, we can't really manage to stop them well enough. I also think we have a lot of good opportunities to score in attack, and their goalkeeper plays a really good game, so it's a little mix of everything for us. But like I said, we like better to control it from the beginning, and that we don't manage today. A probléma a védekezésünkkel volt az első fél időben. Nem találtuk a ritmus, nem találtuk a távolságot. Annak ellenére, hogy tényleg elismerésre méltóan jól kézzelabdázott a Ferencváros, én azt gondolom, hogy nekünk is találkozni kellett ilyen szituációval, amikor egy mérkőzés úgy alakul, hogy mi futunk az eredmény után. Ez egy jó lehetőség volt, hogy tanuljunk ebből.